Friss felmérés szerint minden negyedik embernek belenéz a párja a telefonjába. Mai témánk a megcsalás. Sziasztok, én Garam Völgyi Flóra vagyok, a vendégem pedig Lázár Gergely, pszichológus, párkapcsolati tanácsadó. Mennyire van rendben ez pszichológiai szempontból, hogyha valaki megsérti a másik privátszféráját, belenéz az üzeneteibe, telefonjába, híváslistájába, esetleg a naplójába, vagy bármilyen személyes dologba, mit jelent ez egy párkapcsolatban? Hát azt lehetne mondani, hogy minden típusú kapcsolatban alapvetően három fajta határunk lehet így egymáshoz viszonyítva. Az egyik ugye ez a félig áteresztő, tehát ugye egy picit azért tudok is a dolgaidról, de mondjuk amiről te a barátnőiddel értekezel, amikor megnéztétek, nem tudom én, a Szex és New York című sorozatot, én abból úgy kimaradok. Tehát ugye ez is lehet egy határ. Lehet, amikor nagyon merev mondjuk a határ, tehát hogy húzok egy falat, és bizonyos dolgokba téged akkor se avatlak be, hogyha egyébként az még lehet, hogy rád is tartozna. És hát van ez a teljes, mintha nem is lenne határ, tehát hogy mintha nem is létezne ez a határ. Én azt gondolom, hogy ha nem létezik határa kapcsolatban, és ennek lehet például pont egy ilyen tünete is az, hogy akkor egymás leveleit nézegetjük, olyan témákról is beszélgetünk otthon, amit a másikat nem is érdekli például, az vezethet egy ilyen zavarhoz, tehát egy akár szorongáshoz is, hogy akkor most nem tudjuk, hogy mi az, amit neked lehet, nekem meg nem. Hogyan érezzem magam biztonságban így? Mert hogyha végül is belenézhetsz, meg akkor én is csetelgethetek, akkor gyakorlatilag ebben az is benne van, hogy akkor már flörtölhetek is, akkor jön a következő lépés, hogy akkor már el is hívhatom azt az illetőt találkozni, akkor jön a következő lépés, hogy akkor, hát ha már elhívtam találkozni, szegény aludjon nálam, hát olyan késő van, és akkor eljutunk oda, hogy gyakorlatilag megtörténik az, aminek nem kéne. Tehát a határok azok egy kapcsolatban mindig a biztonságot is szolgálják.